tulajdonképpen magánúton, a magánstúdiumok révén vált művésszé. Nagy reneszánsz mesterek, Dürer, Goya, Csontváry alkotásait tanulmányozta nagyon elmélyülten, és tulajdonképpen az önálló utat járva, mesterek nélkül és hivatalos képzés nélkül vált művésszé. Éppen a Szürenon kiállítást szerveztem, és őt is meghívtam. A magának a Szürenon kiállításnak az embereit is úgy válogattam össze, hogy akiknél azt láttam, hogy nyitottak a jövő felé, de nem feltétlenül főfekszenek le azonnal a trendeknek, őriznek magukban egy olyan lehetőséget, ami egy egészen konok sajátos utat sejtett. Hát a Péter meg is járta ezt a sajátos konok utat. Én csináltam egy kiállítást a budapesti állatkertben, az állatkert oroszlán barlangjában. Én ugyanis akkoriban ott dolgoztam. És ott kiállított jó pár képzőművész, a Prutkai korábban kiállított egy Csontváry emlékére készült installációt. És a 14. kerület egyik adminisztrátor nője lebontatta. Na ennél a nőnél kellett nekem instanciázni, hogy az állatkerti kiállítást engedélyezze. Azt kellett emellett a főnéni elől eltitkolni, hogy velünk kiállít a Prutkai Péter is, mert rögtön betiltotta volna a kiállítást. Ennek a statisztikát csak ő tudná megmondani, hogy hány zsűri hogyan ejtette ki a munkáit, mert most csak úgy eszembe jut egy munkája, ami tulajdonképpen a Bot címet viselte. A 18-19. Századi polgár sétabotja, azok találkoztak a egyházi pásztorbottal, az egyszerű juhásznak a kampósbottyával, és az úgynevezett kádárkolbásszal, a gumibottal. El lehet képzelni, hogy avval a lendülettel az a zsűri, amelyik ugye kellőképpen meg volt válogatva, rögtön kidobta ezt. Az árral szemben úszni, az a legbiztosabb, hogyha az ember kincset akar találni. Ha érzi, hogy mi a trend és az elvárás a világban, akkor 90 fok fordulat és szembe vele. De ezt játékosan és örömmel kell, nem, mi nem forradalmárok voltunk egyáltalán, hanem megpróbáltunk szabadok, szabad emberek és gyerekek maradni. Hogy eszembe jut egy olyan munkája, ahol a tófenék, amikor megrepedezik, ilyen gyönyörű szép hasadékok vannak benne, és önálló ez kirajzolja a Nagy Magyarország térképét, ami úgy repedezik meg, hogy a csonka Magyarország lesz belőle. Meg ezeket a darabokat fellógatja szalonnaként. A kiszáradt darabokból egy-egy karé fölakasztva lóg. És mi a címe? Hogy az erdélyi szalonna. És ez olyan részkarc technikával megoldott, amit senki nem cserélt össze. Bármit le tudott rajzolni, tehát ő bravúros rajzoló és grafikus volt, de ő egy saját műfajt teremtett, ezeket a dobozokat és installációkat. Ezek a nagyon furcsa kis tárgyak és rekvizitumok nagyon különleges kapcsolódásokba illeszkednek, és itt is különböző műcsoportokat lehet megjelölni. Nagyon sok első világháborús emléket idéző munka is megszületett, de aztán a második világháború is megjelenik, nagyon sok mű az 50-es évek hangulatát és jelenségvilágát idézi, és hát feltűnnek aztán a szocialista hősök, nyilvánvaló, hogy nem éppen kedvező beállításban. Nagyon fontosak például a fogyasztói társadalom mindennapi kaszatjaiból készült kollázs munkák. Ezek a fő kincsei, hogy hogyan születtek ezek a dobozok és mikből, kiraktam ezeket, mert ő mind gyűjtögetett, valamit mindig gyűjtött. Igen, ezek az alapanyagok. És akkor ezeket azért raktam ki. Van egy olyan műve, az a címe, hogy Kereszteződés, az benne van ebbe a katalógusba, ha megnézed, az egy gyönyörű kép, és
és azt meglátod, hogy hogyan, hogy mennyire érdekes az, én is úgy rádöbbentem. Itt van, nézd csak. Jó, ott van. Uh-huh. Igen. Hát itt vannak ezek. Itt van ez a. Uh-huh. Tehát nem az eredeti van benne, hanem ő pontosan ugyanilyen másolatot csinált.